Hírek röviden, köszöntöm Önöket! Értelmezhetetlen összegeket kér Nyíregyházától a tömegközlekedést biztosító Észak-Magyarországi Közlekedési Központ ZRT, és ráadásul még be is perelte a várost. A céggel folytatott húzavona miatt már az év elején is csak 4 hónapra kötött szerződést az önkormányzat, most pedig olyan összegért vállalnák el év végéig a személyszállítást, ami miatt levelet írt az illetékes miniszterhez a képviselőtestület. A polgármester a városlakók érdekében április végéig pontot szeretne tenni az ügy végére. 2017. január 1-től átalakult a bölcsődei ellátások rendszere. Több formában gondoskodnak a 3 év alatti gyerekek napközbeni ellátásáról. Változás, hogy minden olyan településen meg kell oldani a szolgáltatást, ahol 40-nél több 3 év alatti gyermek él. Nyelvművelés 3 pont címmel rendeztek előadást a Magyar Nyelv Hete alkalmából Nyíregyházán. Dr. Balázs Géza és dr. Minya Károly nyelvészek elsősorban a fiatalokat szerették volna megismertetni az internetes nyelvműveléssel. Több játék és pihenőhely várja a látogatókat a Blahalújza sétány játszóterén. A Nyírvévé Nonprofit Kft. 2 babamama hintát és állványt, valamint 5 új asztalt állított fel a népszerű sóstói játszóhelyen. A városüzemeltető cég további 15 padot kicserélt, és a tereprendezést követően füvesítette a területet. Lomtalanítást rendez a térségi hulladékgazdálkodási nonprofit Kft. És az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Közszolgáltató alvállalkozója április 1-én szombaton Nyíregyháza belterületén és Oroson. A járatok kizárólag a lakosságnál összegyűlt, de a szabványos gyűjtőedényekben el nem helyezhető nagy darabos lomhulladékot szállítják el. A lakosok a lomtalanításra kijelölt nap folyamán a lomtalanítási táblával ellátott helyekre, illetve a családi házakban élők a házuk elé a saját hulladékgyűjtő edényeik helyére tehetik ki a felesleges holmikat. A lomtalanítással kapcsolatos bővebb információkat elolvashatják a www.thgkft.hu oldalon. Csütörtök délután súlyos motorbaleset történt a Szent István utcán a Kossuth gimnázium előtt. Egy járműsort előzött egy kétkerekűt vezető férfi, amikor a sorból egy sofőr balra le akart fordulni, hogy megálljon egy parkolóban. A motoros fékezett, de közben felborult, majd egy másik álló autónak csattant a járműve. A motoros 8 napon túl gyógyuló súlyos sérüléseket szenvedett. Péntek délben Nyíregyházán haladt át az a katonai vasúti szerelvény, amelyen amerikai harckocsik és harcászati járművek voltak. A szerelvény Lengyelországból jött és a déli határ felé ment. Csapadékcsatorna tisztítási munkálatokat végez a Nyírségvíz ZRT a Debreceni úton. A munkálatok ideje alatt forgalomkorlátozást vezettek be az érintett útszakaszon. A tisztítás még hétfőn is folytatódik. Részletek a Nyíregyházi Televízió híradójában és a városi webportálon a nyiregyhaza.hu-n.